jól volt, hogy de nem egészen jó kép, hogy felakadod a kép helyenben, mert de ennyi már milyen el a gyerekek úgy magát. Azonban elhívtak az a kis közösség, hogy neki van a kívül elő kell érteni. 77-ben elhívtak a főiskolát, 81-ben elhívtam. Közben rögtön 71 közben ismerkedtem a jól feleségemmel. 81-ben először a megnősülsem, akkor kerültem megint sárga, és ott tudjátok, hogy újra nem jöttem. Ott, augusztus 16-ától fölvettek az iskolába, mindkét napon tanítottam, még akkor, ilyen is ott voltok. 86-ban lettem helyettes, ugye, hogy nem lett valami vétel. Na most lejöttem. 91-től lettünk ott a főzés félig, ami most úgy van, hogy egyébként lettünk, létezik a pálya, mert mondom, hogy nem volt a törekedők, azóta még ott pedig van a működésén, felváltó iskolára. Közben született a fiam, 14 éves, 8-os, kislányom, aki 3-os, minket természetesen is ott a iskola próbáljának. Kislányomat tanítottam most 2 évig, de most külön váltó, lányokat tanítja a volt feleségem. Én még a fiúkat, a fiamat nem tanítottam, vagyis amit tanítom még napig. 91-ben váltunk el. 2 éve élek együtt a fővilágban, amit megtanítunk. A felúrs pályáról felhet tanítani, de nekem kiesett az a bizonyos 10 és 1 év, amikor még a tanítottam, mert többet nem. Választó munkáról szerettem, de most úgy mondjam, hogy én nem csak testemre is tanítok, illetve amire mondtam, hogy hétvége elfogadta, hogy edzősködök, cserékkel hajnalos hazatozom, mert van a mérkőzésünk van. Kevés a pénz, hogy biztos a busztáján, lehet, hogy tudjuk nagyon, nagyon szeretem a gyerekeket is. Én labdogással álltam rá annak idején. Igaz, hogy itt eljutottam a kézilabdát, de itt van, aki egyébként a fényképe fel van, minden, aki akit a gyerekkelnek felmérni, most ugye meg lehet nézni. A labdogással szeretek, azt így értettek talán valamit. De ez van, elég sokat járok erre, hogy utazok haza, akkor tippedek el, és mindig a két gyerekemnek is, nyom a főnök is, felmutatom, hogy én jártam ott, akkor én itt a gimnázium, tudják a gyerekek, sőt, valaki tudják, hogy milyen helység kapunk követően, hogy utazunk haza. Kislányom azt is mondta, hogy a barátom, nekik már a kedves családok, hogy a gyerekeket bennünket is. Azt mondtam, hogy most nem, most csak ketten ülünk. És természetesen tudom, hogy is akarom, hogy kérdés, hogy valaki érdekel, hogy tanárom segít.
Nem gondoltam akkor még, hogy a kicsimét után, aki Bojdról jött, hogy itt fogok lakni, mert hát hosszú volt ez a 4 év, úgyhogy kollégiumban lakom és bizony egy hónapot tettem hozzá. Nekem nagyon nehéz volt a családtól elszakadni. Na, nem mondom az időt. Előbb Komárdiba egy évig tanítottam, utána messzebbre, közel is van, meg hát én szeretem ide járni, meg még azért lehet, hogy még gyerekként, mint az életet nézem, milyen a 16 éves, jobb, minél közelebb. Örülök, hogy itt van ez a lehetőség, mert annak idején nekem is közelebb volna, már úgy közelebb, hogy helyben. Iskola biztos, hogy oda mentem volna. Hát én, hát egy dolgoztunk a félelmel utána. Én már most azt mondhatom, hogy nem dolgozom, hogy a KSZ-nek, tehát a ügyei ügyintén, tehát a papír dolgokat, meg ilyesmi. Én inkább azt mondhatom, hogy hivatás és házi asszony, meg édesanyja. Én nagyon jól érzem. Kívánunk, akkor volt ez a kívánásos időszak a Téjeszegből, kívánunk, akkor ott voltam egy fél évig, körülbelül munka nélkül, úgy kerültem a helyi óvoda gondnokságára, gazdasági ügyintézőként dolgoztam 3,5 évig, szerződéssel, most június 30-án lejárt a szerződésem, 2 hét kihagyásával helyi általános iskolai gondnokságon dolgozom, ott is ugyanígy a gondnoksági részen. Férjem Esztergányos, ő is most ott volt, dolgozik, ott volt próbálkozik, tehát egy Eszterga gépbe, a jövő titka, hogy milyen sikerrel. Thank you.
Ajból jól itt egy pár fiúk, illetve a tudunk javasolnám, hogy a beszélgetéseket, meg a fényképp nézegetéseket már máshol folytassuk, vonuljunk át a tudánékszerembe, és valóki, hogy már a tanárunk és a borsanálunk is, akiket megtudtunk, hogy már ők is megérkeztek. Akkor megkérem mindenkit, hogy menjünk el. Okay.